Egy termék szabadalmaztatása dönti el, hogy a cég sikeres lesz-e a globális piacon, vagy csődbe megy. Megnézzük, hogy miért kulcsfontosságú, hogy egy cég levédesse a termékét és megvédje a szellemi tulajdonát. Hollandiába látogattunk, ahol egy startup cég magabiztosan tűzte ki célul, hogy betörjön a kínai piacra, miután megkapták a megfelelő tanácsot, hogyan védjék meg terméküket. Vajon a VR jelenteti a fizioterápia jövőjét? Ez szerint a holland startup cég szerint minden bizonnyal. Egy új módszert fejlesztette ki az izomfájdalom kezelésére. A cég a virtuális valóságon keresztül segít a gyógytornászoknak a pácienseik kezelésében. Az InMotion VR tisztában van a szellemi termék értékével. Európában már levédték a terméküket, de terjeszkedni szeretnének Kínában is. Ennek érdekében felkeresték a China IP SME Helpdesket, melyet az EU támogat. Heltian, miért választották ezt a szolgáltatást? Hát először megkeresett minket egy hongkongi partnerünk, de a kínai piacról semmilyen tapasztalatunk nem volt, úgyhogy szükségünk volt a segítségre, és tényleg rengeteget tudtak segíteni. Ez pontosan milyen támogatást jelentett? Kiderült, hogy milyen lépésekre van szükségünk. Rengeteg tanácsot kaptunk, ingyen, úgyhogy nem csak időt, de pénzt is meg tudtunk takarítani. Segítettek felgyorsítani is a belépésünket a kínai piacra. Becslések szerint az EU GDP-jének 45%-a szellemi tulajdonhoz fűződő iparágakból származik. Az ezt védő vállalkozásoknak pedig akár 30%-kal több lehet a bevételük. Ennek ellenére a KKV kevesebb, mint 10%-a védi csak az immateriális eszközeit. A kis cégek gyakran nem látják a szellemi tulajdon védelmének előnyeit, vagy egyszerűen túl drágának tartják a szabadalmaztatást. Brüsszelben kerestünk fel egy szakértőt. Ön a China IP SME Helpdesk koordinátora. Hogyan támogatják a kis vállalkozásokat? Az elinduláshoz szükséges ingyenes és bizalmas tanácsokat nyújtunk az európai kis- és középvállalkozások számára, hogy jobban megértsék a szellemi tulajdon jelentőségét. Képzéseket is nyújtunk, de van segélyvonalunk és weboldalunk is, ahol ingyenesen hozzáférhetők a szükséges információk. Kína mellett az EU is támogatja az európai, a dél-kelet-ázsiai, a latin-amerikai és az indiai helpdesket is. A kínai piac hírhet a szellemi tulajdonjogok megsértéséről. Belépés előtt minden vállalatnak érdemes tanácsot kérnie? Igen, mindenképp. Nagyon fontos, hogy a vállalkozók fel legyenek készülve. A szellemi tulajdonvédelme kulcsfontosságú a hamisítók miatt, ráadásul stratégiai előnyt is jelent a versenytársakkal szemben. Továbbá az engedélyek és az értékesítések miatt a pénzforgalomnak egy forrása is lehet. Ez pedig a befektetőket is vonza. Az Európai Bizottság a közelmúltban mutatta be az új szellemi tulajdonra vonatkozó akciótervét, hogy segítse az unió vállalatait. Azon belül is különösen a kis- és középvállalkozásokat, hogy kreatív ötleteiket és találmányaikat sikerre tudják vinni. Ez volt már a Business Planet. További információért látogasson el weboldalunkra, ahol egy hosszabb interjút is találhat James Taubmannel. Köszönöm a figyelmüket!